utoli percekben már érett a gól sajnos. Mindenkit, én Ember Norbi vagyok, ez pedig az Oldalvonal legújabb része, még egyedre innen a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről, vagyis a Budapest Airportról, de hamarosan indulunk Athénba, a görög fővárosba, ahol majd a Ferencváros fog vendégszerepelni, és ellenfele a görög olimpiákos csapata lesz Pireuszban, egyértelműen nagyon komoly összecsapásra van ma kilátás, igazán tüzes, igazán érzelemdús, és reméljük jó mérkőzés vár ránk, és hát ne felejtsük el, hogy a görög drukkerek 2 hónap után térhetnek vissza a lelátóra, úgyhogy biztosan garantált a tüzes hangulat a lelátón, mind a vendég, mind pedig a hazai szektorokban. A vendég Ferencváros szurkoló, hogy nagyjából 700-an utaznak a mai napon, tegnap is már több százan elindultak, illetve a mai 2 különgép is majdhogy nem teltházzal megy, úgyhogy nagyon komoly létszámmal érkezik a fradi tábor is Pireuszba, úgyhogy azt gondolom, hogy Athén ma megismeri, milyen is a Ferencváros tábora. Ami szintén nagyon fontos még, hogy egyértelmű célja a Ferencvárosnak egy jó eredmény kiharcolása, erről majd bővebben beszélünk majd a stadion előtti bejelentkezésnél, illetve szintén fontos, hogyha nem tettétek meg, iratkozzatok majd fel az Oldalvonal a YouTube csatornára, nyomtak egy lájkot a videóra, és kommenteljetek lentre a komment szekcióba, valamint kövessetek be a közösségi médiás felületeken, várok benneteket a Instagramon, ahol személyes profilon az Ember Norbin tudtok majd megtalálni, valamint a TikTokon, ahol szintén személyes profilomon az Ember Norbin várlak benneteket, ezen egyébként más tartalmak is megjelennek, valamint élők is szoktak lenni, ahol interaktívan beszélgetünk egymással, úgyhogy csatlakozzatok a közösségi médiás felületekhez, Ember Norbi, várlak benneteket sok-sok szeretettel, valamint szeretnék támogatni az Oldalvonal a működését és fejlődését, erre lesz majd lehetőségetek a PayPalon, melynek meghívó linket a leírásban megtaláljátok, tudtok támogatni a Revoluton, szintén a leírásban megtaláljátok a meghívó linket, valamint a szuperköszönet segítségemben a like-on mellett majd jobbra találtok meg. Úgyhogy nincs már sok hátra, bő fél óra, indul a repülőgép, úgyhogy kedves egészségetekre, sok sikert kell a Ferencvárosnak, és hajrá magyar foci, gyertek, tartsatok velem a mai napon is. Sziasztok! A megszokott jó minőség.
Sziasztok, megérkeztünk, itt vagyunk az Olimpiákos otthonában. Eléggé jó útunk volt, rendőri felvezetéssel egy órán keresztül tartott a reptérről idevezető út. Hát majdnem elkéstünk, de végül pont sikerült elérni. A lényeg az, a mai napon hamarosan kezd a Ferences itt az Olimpiákos szellem a konferencialigában, és reméljük, hogy győzelme rajta, hogy a Fradi nagyjából 800 Ferences szurkoló lesz itt a vendégben. A hangulat pedig még egy fél órával a kezdés előtt is már fantasztikus. Úgyhogy igazából nem akarunk húzni az időt, vágjunk bele, jöjjön majd a mérkőzés. A legfontosabb, korábban már találkozott egymással a két csapat, és akkor a Ferencváros hőgött a párbaj végén. Hát bízunk benne, hogy a mostani párharcot is a Fradi meg tudja majd nyerni. Nagy siker lenne. Papíron a vendég Ferencváros az esélytelenebb, de azt gondolom, hogy bármikor benne a meglepetés. Láttuk a Fradi Fiorentinában is mit művelt. Egyébként azt a videót nem láttátok, ki fogom majd rakni. Szóval nincs más hátra, hamarosan jön a kezdés, gyerte, tartsatok velem. Sok sikert kívánok a Ferencvárosnak a mai estére, és hajrá magyar foci! Jöjjön az Olimpiákos Ferencváros mérkőzés a Konferencia Ligából! Ma este itt Pireuszban, hamarosan jön a hazaérkő szállítása is. Támogatás az első félidőben. És
elkezdődött a mérkőzés, mert a Ferencváros kezdett meg. Még egyszer piros fejében az Olimpiákos, zöld feketében pedig a Fradi. Járunk, lemerült a mikrofonom, mert ezzel van, a lényeg az 0-0, a Fradinak volt már egy lesgója a Varga Barabás révén, melyet a videóbíró segítsége végül nem adott meg a játékvezető sajnos. Ettől függetlenül a Fradi teljesen partner a mai meccses, sőt lehetőségek is vannak a Fradinak, benne van, hogy simán nyerheti a meccset a Fradi, mert nem érzem erősnek ezt az Olimpiákhoz, összeteszek veletek, vannak lehetőségek, de Vibusznak nagyon még semmi kérdés nem kell bemutatni. Jön az első példő, hajrá, gyertek, tartsatok velem, bízom el, látom a Ferencváros dolgokat, itt Pireuszban. Nagy lehetőség maradt ki, Ramirez, visszateszi, és Rodin elhívani be, Vibusz! Vibusz! Mekkora védés! Bravo, Dénes! Ez például a hárítás, Rodi kapusától erre le kellett érni, marad a 0-0! És mit a kényszerítő? Baráti Lárkos! Baráti Lárkos! Baráti Lárkos! Beszél szabadulás kap az Olimpiákhoz, nagyjából 22 méterre a Ferencváros kapujától. Neki futna a fő, és a fölé, megpattantod le. Hajrá, Fradi! Hajrá, Fradi! Szabadulás következik a labda mögött Abu Fani és Ramirez, és ott a
gyárul, akkor az Abu Fani rálövi, és megfoglalja a kapuit. Ez a csak szög lett. Előre tudod a Horgácsnak, nagy lehetőség az olimpiában, szeretem mutatni a kockeleményt, és ott is van a prezidelem. Jön befelé a labda, hosszúra jön. Lapatta a mellé. És itt lesz a vég az első félidőnek szerintem. Mert lejárt a 4 perc. És így is van, véget ér az első játékrész. 45 perc játék után itt Pireuszban. Olimpiakos Pireusz, Ferencváros. 0-0. És elkezdődött a második félidő itt a Pireuszi stadionban, ahol 0-0 az állás. Az első félidő már a második is elkezdődött, ahol az állástablós 0-0 itt az Olimpiákos Ferencváros mérkőzésen. Hát nagyon fontos azt elmondani, hogy itt a félidő végén volt baj rendesen. A Fradinak ezt túl kellett élni, és sikerült is végül, és Dibusznak volt óriási védése. Úgyhogy itt a vége fel az Olimpiákos azért kicsit presszionálta a Fradi, de végül is a Fradi megoldotta azt a pár vészes percet. És 0-0-val állunk, a félidőben nem történt változtatás, a hangulat továbbra is nagyszerű. Ennek azt gondolom, hogy az igazi pokoli hangulat van itt Pireuszban, és a Fradikában is nagyszerűen biztatja a Ferencváros, úgyhogy és már sátra jön a második fél, hogy ebben hasonló van, és bízunk benne, hogy Ferencvárosi sikert ünnepelt majd ez a 700 Ferencváros szurkoló, mert tényleg megérdemelnék, hogy ilyen messzire elkísértek a csapatot, és hát a legfontosabb az az, hogy a játékképe alapján egyáltalán nem esik fel a Ferencváros, úgyhogy meglátjuk, hogy a második fél idő, sok sikert a Fradinak, és hajrá, hogy a foci, jön a második fél idő, innen Pireuszból. A hosszú pedig összevi Ramirez, áttesz a jobbra, átél a hosszúra, megy tovább, Abu Fani, leperdő! Marga mögé érkezik a labda, micsoda lehetőség marad. Fradin elteszik a szélre, támad ebből az Olimpiakos, jönnek a hazaiak, nagy rössel lövés, elintén, mi maradt ki? Távol jövés, Dibusz, a végállomás. Szépen OCK felé megy a labda, aki betekeri, és Dibuszok lesz mellett. A mérkőzés 75. percében járunk, az állás továbbra is 0-0. Most egyre inkább az Olimpiákos fölénye kezd újra jellemzővé válni a mérkőzésen. Rengeteg lehetősége van a hazaiaknak, de egyelőre nem találták meg a gólvezető utat, ami azért jó ír a Fradi számára, és mindenképpen fontos, hogy most kettő cserélt a Fradi belenyúlt Stankovics, hogy bele lehetett nyúlni, egyelőre úgy tűnik. Bejött a pályára a Pesic, a Varga helyett, és Márkinos helyett a jól láthatóan Ben Romdán érkezett, úgyhogy ezek a cserék történtek meg, a hangot abban is nagyszerű mind a két oldalon. Itt a vendégben és a hazaiak is eléggé jól biztatják az övéket, úgyhogy tényleg továbbra is nagyszerű hangulat, mint a Pireuszi stadionban. A mérkőzés nagyon kiki meccs kezd lenni, és tényleg egy gól lesz itt a döntő a végén, nagyon úgy néz ki. Bármelyik oldalra eldőlt, a Fradi kontrákból nagyon veszélyes, viszont az Olimpiákos csapata pedig mezőnyfölényben játszik az elmúlt pár percben, úgyhogy bármi lehet a végén. Én azt gondolom, ha így marad, ez is jó eredmény a Fradinak, ha nyerne, lenne a tökéletes, de az 1-0-ás vereségesség semmi gond, úgyhogy bízunk a legjobban, jó lenne, ha megnyerni a Fradi ezt a meccset. Van rá esély, úgyhogy nincs már sátra, jön az utolsó bő negyed óra innen Pireuszból. Gyere, tartsd velem, sok sikert a Fradinak, és hajrá, magyar foci! És Dibusz védés! Óriási hárítás, Dibusztól újra!
még. Az utoli percekre már érett a gól, sajnos. A vége a mérkőzésnek. 1-0-ra győz hazai pályán az Olimpiákos csapata. És a párhat fél idejében 1-0-ra vezetnek a görögök, és láthatják a Winger ma. És az Olimpiákos csapata volt, és ezzel a hazai csapat közelebb van a továbbjutáshoz, de még van egy nagyon forró mérkőzés Budapesten. Jövő héten meglátjuk, hogy a Fradi visszabire jönni innen 1-0-ról hazai pályán. Reméljük, hogy ott a bírója lesz, ott is hazai pályán fog fújni, mint ma itt. A látványos a hazai pályán fújt a bíró. A lényege nem változtat, Olimpiákos, Ferencváros. A mérkőzés itt az Olimpiákos otthonában, Görögországban, Athénban, ahol a hazai csapat 1-0-ra győzött végül is a mai napon. Egy nagyon izgalmas hajrá volt itt a mérkőzés végén, és hát úgy alakult, hogy a hazaiak az utolsó 25 perces mezőnyfölényüket ki tudták használni, és végül is meglőtték a győztes találatot, amivel fél időben, a párharc fél idejében vezetik 1-0-ra ezt az összecsapást. Azonnal nem dőlt ez semmi, a Fradinak van még 45 perc helyett 90 perce hazai pályán, hogy megfordítsa ezt a párharcot. Azt gondolom, hogy a Groupama Arénában, Teltház előtt minden adott lesz az, hogy a Fradi megfordítsa majd ezt a párharcot. Illetve nagyon fontos, hogy nagyon dinamika is kell majd a játékban. Úgy éreztem, hogy a második fél idő utolsó
20 percében nem igazán volt már dinamika a Ferencváros játékában, ez mindenképpen szükséges ez a folytatásban. A hangulat nagyszerű volt, itt a Ferencvárosi B közép által vezényelt vendégtábor fantasztikusan szurkolt, és a hazaiak is azért néha-néha rázintettek, és megmutatták azt, hogy miért is pokoli a hangulat itt az Olympiakos otthonában. Úgyhogy azt kell nektek mondanom, egy nagyon eseménydús és izgalmas túra volt ez a mai, hamarosan indulunk majd vissza Budapestre, és ugye jövő héten csütörtökön pedig következik majd a visszavágó, ahol ugye a Ferencváros csütörtökön este 9 órakor fogadja majd az Olympiakos csapatát a Grupa Arénában, izgalmas lesz, az biztos. Talán még egy-két jegy kapható, úgyhogy ha van lehetőség, vegyétek meg azokat a jegyeket, és gyertek ki ti is, és szurkoljatok majd azon az estén a Ferencváros csapatának. Ami szintén nagyon fontos még, hogy ezen a mérkőzésen azt gondolom, hogy a Fradi azért voltak jó periódusok, ugye az elején vezetett egy lesgóllal a Ferencváros. Hát ugye a végén azért szívhatjuk a fogunkat, mondhatjuk úgy, mert ha az gól lett volna, akkor ugye a Ferencváros most egy-egyre véget, és más azért a leányzó fekvése, de hát így se dőlt össze a világ. 1-0, azt gondolom, hogy innen is vissza lehet jönni, bízunk benne, hogy sikerülni fog. Én viszont szeretném megköszönni mindenkinek a kitartó figyelmet a mai napom. Ennyi lett volna a mai vlog innen Athénból. Győzött az Olympiákhoz 1-0-ra, folytatás pedig jövő héten csütörtökön. Ha nem tetted, megiratkozom majd föl az oldalon a YouTube csatornájára, nyomj egy lájkot a videóra és kommentelj majd lent a komment szekcióba. Valamint kövess be a közösségi médiás felületeken, várlak majd az oldalon a Facebook oldalán. Nyomj egy jó lájkot nekem, ezt előre is köszönöm szépen. Valamint kövess be a közösségi médiás felületeken, várlak az Instagramon és a TikTokon, ahol személyes profilomon az Ember Norbin tudsz majd elérni. Gyere csatlakozz, kövess be ezeken az oldalakon is. Valamint szeretnéd támogat az oldalon a működést és fejlődését, erre lesz majd lehetőséged a PayPalon, melynek linkjét megtalálod a leírásban, valamint tudsz támogatni a Revoluton, melyet szintén a leírásban találsz meg, illetve a szuper köszönet segítségével, hogy bármely támogatást előre is köszönöm szépen, hogy minél több minőségi videó készülhessen majd ide az oldalon a YouTube csatornájára, és ne felejtsétek el, megyünk az EB-re is, úgyhogy bízom benne, hogy jobbnál jobb vlogok fognak majd készülni. Illetve egy nagyon fontos dolog, van Discordunk, hogyha szeretnél csatlakozni a Discord szerverünkhöz, tudsz majd csatlakozni a leírásban, úgyhogy várunk sok-sok szeretettel, csatlakozz a Discordunkhoz, több mint 500-an vagyunk, nagyszerű közösség, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon várunk benneteket sok-sok szeretettel. Úgyhogy még egyszer a végeredmény, Olympiakos Ferencváros 1-0, találkozunk a jövő héten a Grupa Arénában, én ott leszek a C oldalon, úgyhogy bízom benne, hogy minél többeteket találkozom, és bízunk abban, hogy a Ferencváros tovább tud jutni ebből a párharcból. Sok sikert a Fradinak a visszavágóra, és hajrá magyar foci, találkozunk jövő héten csütörtökön Budapesten. Sziasztok!